Magyar Nemzet 1947. február 27-e. Kovács Bélát a szovjet megszálló hatóságok letartóztatták. A szovjet megszálló hatóságok 1947. február 25-én Budapesten szovjet ellenes fegyveres terrorista csoportok alakításában és a szovjet hadsereg ellen irányuló kémkedés szervezésében való aktív részvétele miatt letartóztatták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt volt főtitkárát. Miért őt emelték ki először a Kisgazdapárt főső vezetéséből ezzel az Hát ő volt a legsúlyosabb politikai egyéniség. Nem vitás, hogy a Kovács Béla népszerűsége ugye túl szárnyalta mind a Nagy Ferencét, nem is szólva a Tildy Zoltánéról. Ezért kell, és a Kovács Béla az egy szókimondó ember volt, hát annak idején ugye hát ilyeneket meséltek, hogy hát volt eset, amikor vitáztak, hogy bizony a Rákosi Mátyás orra előtt is, illetve hát a saját orra előtt, már a Bélának is megverte az asztalt, hogy nincs igazad, Mátyás. Ugye, és hát ezért kellett a Kovács Bélát háttérbe, illetve hát végképpen eltüntetni. Délután telefonálta Nagy Ferenc, hogy hazajött-e már a Béla. Mondtam neki, hogy még nem jött haza, és hát én nagyon izgulok, hogy nem-e valami baj van. Ne félj, nem lesz semmi baj. És akkor közben voltak nálam látogatók, és egyszer jön be az Anus, és azt mondja, hogy itt van két orosz katona, és ez be akar jönni. Én meg mondtam, hogy nem engedem be őket, mit akarnak itt. Na akkor azok azt mondták, hogy megint jött az Anus, azt mondja, nem mennek el. Azt mondja, az Anus háztartási alkalmazott. Azt mondja, nem mennek el. Mondom, és akkor mondták ez a barátaim, hogy be kell engedni, mert hát ez egy idegen hatalom katonái. Na akkor beengedtem, és ilyen tudtak formuma. Magyarul, vagy volt náluk? Tolmácsot se hoztak? Ezek még tolmácsot se hoztak. És akkor... De egyenruhás katonák. Egyenruhás katonák. Azután tudtunk meg, hogy alezeredesi rangba voltak. És akkor gondolom, hogy a Nagy Ferenc volt megint, aki akar telefonálni, és ő már akkor az a katona odaült a telefon mellé. És megyek, hogy felveszem, és akkor rátette kezét a kezemre, a nyet. És akkor már nem volt szabad telefonálni, hiába csengett a telefon, nem vette fő senki. Nyílik az ajtó, és jön be a Béla. Fehér volt, mint a fal, és utána lépett be az a magas, nagy orosz tábornok, hogy ennek nem tudom, mi a neve. Úgyhogy ezt nem tudtam megjegyezni. Ez volt akkor a GPU, vagy minek mondták a tábornok? NKVD, vagy? Valami ilyesmi. És akkor a férjem, úgy tudtunk, hogy tábornok, mondta neki, hogy tessék, tábornok úr, foglaljon helyet. Magyarul? Magyarul. Ezt tudott magyarul ez a Hogy tudott, de nem tudom, ő meg azt mondta, hogy ő foglal, ja, az uram azt mondta, hogy ja, igen, ő rám mutatott hogy a férjemre, hogy ő üljön le. Azt mondta én, hogy nem, én itthon vagyok. Na és akkor személyigazolványát elvették, meg hát, és akkor azt mondta az a tábornok, hogy egy kis párnát adjunk a feje alá, és hogy csak pár napra viszik el. És akkor a férjem elbúcsúzott, hogy hát ne féljek, mert gyerekekre vigyázzak, majd hazajön. Samu László és Kovács Béla felesége, amikor elkísérték Kovács Bélát a lakásáról, azonnal taxit, vagy nem tudom, autót szereztek, és elmentek a miniszterelnökségre. És ott Nagy Ferenchez be akartak jutni, de Kapus Ferenc titkár azt mondta, hogy éppen külföldi diplomatákkal tárgyal, ha jól emlékszem, angol diplomaták voltak nála, és kell egy kicsit várni, amíg hát beszélhetnek a miniszterelnök úrral. De amikor Kovács Béla feleségét látta, hogy már sír, és Samu László elmondta a Kapus Ferinek, hogy elvitték Kovács Bélát a szovjet katonák, letartóztatták, akkor azonnal bement, és jelentette Nagy Ferencnek az esetet. Nagy Ferenc megdöbbenve jött ki, és hát csillapította
Irénkét, Kovács Bélának a feleségét, hogy minden lehetőt elkövet, hogy a Kovács Bélát visszaadják a magyar hatóságoknak. Abban a pillanatban telefonált is a külügyminiszternek, Gyöngyös Jánosnak, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. De hát, mint tudva lévő, nem sok hatása volt ennek. A szovjet hatóságok nem adták vissza Kovács Bélát. Nekem olyan benyomásom van, és úgy emlékszem, hogy a Kisgazdapárt vezetői között én Kovács Bélát láttam olyannak, akiben megvan az a határozottság, elszántság, hogy annak a választásnak az eredményei, amik elsöprő sikert jelentettek annak ideje, egy évvel előtte a Kisgazdapártnak, azokat az eredményeket ő elhatározottan meg akarta valósítani, és én valahogy úgy éreztem, hogy ez az ember alkalmas arra, aki azt meg is fogja tudni valósítani. Én bennem a Kovács Bélával való emlékek így élnek. De több jelből, amire majd kitérek, valahogy éreztem, hogy itt valami nincs rendben. És két hajtás között egyszer a standomról, ami mellett az egyik oldalon Rákosi, a másik oldalon Kovács Béla álltak, én bal felé indulva Kovács Béla mellett mentem elő, beszélgetett Jármai Géza kollégámmal az egyik kerület intézőivel, és amikor én mögöttük elmentem, akkor úgy odaszólt hozzám, mert látta, hogy elmélyedten gondolkozom, és azt mondta nekem, hogy ne szarj be, mi jövünk. Én úgy ránéztem, és egy szót kérdeztem vissza, hogy gondolod? Néztük egymást egy kicsit, mind a ketten gondoltunk valamit, és én tovább mentem. Aztán a vadászat lezajlott, és pár nap múlva megjelent a Viszlapban az a karikatúra, amelyben Rákosi vadász képében tartja a puskát a Kovács Bélára, amiből hát messze menő következtetéseket lehetett levonni.